Újabb több mint 25 ezer ember beoltására elegendő Pfizer vakcina szállítmány érkezett Magyarországra. Az oltóanyagot most országszerte 20 oltópontra vitték. Eddig mintegy 150 ezer embert oltottak be itthon a koronavírus ellen. Az egészségügyi dolgozók oltása már a végéhez közeledik, utána az idős otthonokban folytatódik a tömeges oltás. Speciális dobozban érkezett meg délelőtt a Pfizer oltóanyagok 5. szállítmánya a Miskolci Központi Kórházba. A mai mennyiséggel együtt az intézménybe eddig csak nem 19 ezer adagra elegendő oltóanyag érkezett. A mostani alkalommal kiszállított mennyiség, ez 1700 ember mindkét oltási sorának kivitelezésére elegendő mennyiség. A 4 eddig beérkezett szállítmányon túl folytatódik ezeknek az oltóanyagoknak is a felhasználása az oltópontok, illetve a mobil oltócsoportok segítségével. December 26-a óta folyamatosan oltják az egészségügyi dolgozókat. Azóta egyre nagyobb az oltási kedv. Az oltásra jelentkezők fontosnak tartják, hogy személyes példával is demonstrálják, létfontosságú a védelmet jelentő injekció. Kérem a bizalmat és a felelősségteljes gondolkodást a mások civilek, egészségügyiek részéről, mert ennek az injekciónak, oltakozásnak az a célja, hogy a pandémiát megfékezzük, és úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módszer. A Békéscsabai Kórház is rendszeresen, minden héten kap oltóanyagot. Eddig összesen több mint 2500 ampulla érkezett az oltópontra. Ez azt jelenti, hogy ez a mennyiség 7500 fő mindkét oltására elegendő. Az intézmény főigazgatója elmondta, hogy az oltási kedv növekedése miatt néhány nap múlva be is fejezik az egészségügyi dolgozók oltását. A hét végével gyakorlatilag befejezzük az egészségügyi dolgozók oltását. Ez viszont nem csak a kórházi dolgozókat jelenti, hanem ez alatt érteni kell az alapellátás dolgozóit, fogorvosokat, a járóbetegellátó intézetek dolgozóit, a mentőszolgálat kollégáit is. Délelőtt gördült be a futárszolgálat autója a Szent János Kórház udvarába. Száraz jéggel teli óriás dobozokban érkezik hétről hétre a Pfizer-BioNTech vakcina szállítmánya, és ilyen tálcákban tárolják az ampullát. Egy-egy ilyen tálcára, ami a kezemben van, 195 ampulla fér el. Az Észak-Közép-Budai centrumba ezúttal 4 tálca oltóanyag érkezett. December óta ez az 5. szállítmány, amit kaptak. Az oltóanyagot gondosan kicsomagolták, majd hűtőbe tették a mínusz 80 fokos hidegbe. Itt a dolgozók mintegy 90%-a már megkapta az első injekciót. Jelenleg a kórházban már folyik a második oltássorozat az egészségügyi dolgozóink részére, és a mai szállítmány most már biztosítja, hogy folytatni tudjuk a folyamatos előrejegyzéseknek a biztosítását, oltását is. Országszerte oltják az egészségügyi dolgozókat, sokan már a második dózist kapják. Ők néhány nap múlva teljesen védettek lesznek a koronavírus ellen. Lassan lezárul az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása, az idős otthonokban pedig tovább folytatódik. Erről beszélt az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília azt mondta, csak a tömeges oltások megkezdésével lehet a járványhelyzeten nagy mértékben javítani, ezért arra törekednek, hogy minél több oltóanyagot szerezzenek be. Hozzátette, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik eddig valamiért nem tudták beoltatni magukat, továbbra is biztosítják az oltás lehetőségét. Megkérem azokat, akik szeretnének még oltakozni, csak egyszerűen nem tették meg a jelentkezésüket, még azok most a közeljövőben ezt tegyék meg, hiszen a szociális intézményeinkben, idős otthonokban és egyéb típusú ellátó intézményekben, tehát egyéb szociális intézményekben szeretnénk teljes mértékben most már az oltásokat befejezni, kiterjeszteni, és azon vagyunk, hogy a számukra teljes körűen elérhetővé tegyük a védőoltásokat. Itthon eddig már 150 ezeren kapták meg a vakcinát, közülük 12 ezeren már a második oltáson is túl vannak. Amint elegendő oltóanyag érkezik az országba, elkezdődik az idősek beoltása is.